Nagyon tetszik ez a fejlődés nekem, különösen azt tetszik, hogy azon túl, hogy a szegedi nép és az ide látogató turisták megszerették, hihetetlenül fegyelmezett, rendezett rendezvényé vált, nem pedig amitől mások féltek, hogy esetleg rendbontás és egyéb más történik. Tehát ez arról szól, a bor kultúráról, a bor fogyasztásáról szól, kultúremberek járnak ide szórakozni, ez nagyon tetszik nekem, és hogy ennyire kiteljesedett, gyakorlatilag a szegednapi rendezvények egyik zászlós hajója, ha fogalmazhatnék így. Elsősorban a most divatos rozé, tehát a könnyű borfajtákat szeretem, de megjegyzem, hogy én úgy vagyok borivó, hogy egy ételsorhoz az ahhoz illő bor. Tehát akár egy húsvéti, keményebb sonkaevészetnél egy testes vörösbor is való, az a gyomornak is jó, és nagyon tetszik az nekem, hogy egyre több ember ismeri ezt föl, nem a mérték, hanem a minőség, nem a mennyiség, hanem a minőség fontos az embereknek, tehát terjed a borkultúra, amely nem csak egyes borászatok fejlődésében mutatkozik meg, hanem abban a kultúrában is, amit itt Széchenyi téren látunk Szegeden, amiről az elején is beszéltem. Leginkább nagyapám jut eszembe, ő volt ennek nagy híve. Hát persze akkor még nem ilyen borválasztékkal és a hagyományos szódával történt. Amikor az ember nyáron egy picit többet akar inni, nyilvánvalóan hígítani kell, annak is egy pikáns, különleges íze van. Szeretem a fröccsöt, megjegyzem, inkább ritkábban iszok persze, és kevesebbet, de akkor inkább tisztán, de ez személyes szokásom csak. Önt gyakran látjuk sport eseményeken, szurkol a szegedieknek nyilvánvalóan. Melyik a kedvenc sportága? Ez teljesen egyértelmű, bár több sportágat műveltem, de a labdarúgás mellett köteleztem el magam. Vagy hogy egész pontos legyek, édesapám kötelezett el emellett. Az 50-es évek végén még pelenkás voltam, amikor meccsre hordott. Föl tudom sorolni a 60-as évek szegedi csapatát. Aztán persze volt egy kis mélyrepülése a szegedi focinak, és örömmel látom most, hogy ebből készülődünk ki. Megjegyzem, nem csak a Szeged 2011 meccseit látogatom, Szőreg meccset, a Volán meccset, és még sorolhatnék más szegedi csapatokat is. Tehát valahol én is szimpatizálok nagy, menő, világverő gárdákkal, személy szerint a Real Madrid híve vagyok egyébként, ami most lehet, hogy a Barcelona hívők ezen fölháborodnak, de térjünk arra vissza. Tehát ezt úgy általában szeretem, az a minőségi sport, és tőlünk nagyon messze van. Amit inkább szeretek, azt, ami a miénk, ezért szurkolok azért, hogy MB2-es jogát ismét kivívja a Szeged 2011, majd a terveit megvalósítva MB1-es legyen, és visszatérjen a minőségi foci Szegedre. Ennek elkötelezettje vagyok.